Kedves nézőink, tegnap az Ajkai Civil Házban az érdeklődők ingyenes melanoma szűrésen vehettek részt. Kérem, tekintsék meg erről szóló beszámolónkat. Melanoma szűrésre kerül ma sor itt a civil házban. Milyen úton, módon indult ez a kezdeményezés? Tulajdonképpen évek óta jó kapcsolatban állunk a civil házzal, és ugye a fő szervező az rendre évente fölteszi nekem ezt a kérdést, hogy mikor tudnék eljönni egy-egy ilyen szűrésre, mert elég nagy az érdeklődés itt a lakosság körében. Valószínűleg ehhez az is hozzájárul, hogy a hivatalos kórházi rendelésen a várólista elég hosszúra nyúlik, és tehát az anyajegyek szűrése azért az nem sürgőségi feladatok közébe tartozik, bár néhány megijedt beteg ezt nagyon szeretné, hogyha azonnal és izibe sor kerülhetne rá. És hát emiatt gondoltam én is úgy, hogy ennyi segítséget igazán megérdemel a város meg a civil ház, hogy az érdeklődő páciensek azok ehhez a szolgáltatáshoz hozzájuthassanak. Mit is jelent konkrétan az a szó, hogy melanóma? A melanoma egy rendkívül rossz indulatú, nagyon agresszív viselkedésű, festék sejtből kiinduló daganatot akar ez az elnevezés. A Magyarországon meg világszerte előforduló rossz indulatú daganatok körében nagyon előkelő helyet foglal el, azzal, hogy nagyon rövid idő alatt az egész szervezetet el tudja árasztani, és a többi bőrdaganathoz képest, ha időben nem fedezzük fel, akkor sajnos a végkimenetele az bizony elég komoly, tehát elveszti az életét is a páciens. Mire kell odafigyelni, hogyha látunk magunkon valami olyan elváltozást, vagyis mik ezek az elváltozások, amiket figyelnünk kell? Először is az már nagyon jó, ha a páciens észreveszi azt, hogy megjelent a bőrén egy színes foltocska, ami korábban nem volt ott. Tehát a legfontosabb először is az, hogy ugye rendszeresen azért amennyire lehet a bőrt vizsgáljuk át, hogy ott vannak-e az anyajegyek. Amit lényeges észrevenni, ha valamelyik anyajegy elkezd változni. Egy dolog, hogyha a mérete változik, de ha az addig szabályos alakú kerek, vagy ovális, vagy más módon szimmetrikus anyajegy hirtelen aszimmetrikussá, szabálytalan alakúvá válik, vagy az addig egy színű anyajegy sok színűvé válik, tehát tényleg rózsaszín, fehér, barna, fekete, szürke, mindenféle szín megjelenik benne, ez arra utal, hogy megváltozott annak az anyajegynek, mármint az őt felépítő sejteknek a működése, különbség lett benne, tehát hogy sokféle kép kezdtek el működni a sejtek, ez azt jelenti, hogy történt vele valami, érte valamilyen hatás, és ugye itt nem tudhatjuk, hogy ennek a hatásnak hova vezet ugye az eredménye, tehát hogy megjelentek esetleg olyan sejtek, amelyek már kórosan elkezdtek szaporodni. Ha a szabályos alakú anyajegynek a határai elmosódottá válnak, például ez is egy lényeges szempont, vagy úgy látszik, mintha a szép kerek anyajegy valahogy kiszakadt volna, és a festékes tartalma a környezete felé ugye elkezdene terjedni, vagy nyúlványokat bocsájtani. Ezek lehetnek az első olyan felhívó jelek, hogy történt valami, és akkor szakemberhez kell menni, mert ezzel a bőrmikroszkóppal, tehát a dermatoszkóppal átvizsgálva itt egyéb jeleket is találhatunk, amik esetleg arra utalhatnak, hogy már baj van, de akkor mindenképpen lépni kell. Mi az oka a melanomák kialakulásának? Régebben azt feltételezték, hogy a sok napozás, vagy a sok szolárium az az ember életében úgymond összeadódik, és mindenkinek van egy küszöbb dózisa, amit elszenvedhet a bőre anélkül, hogy erre ilyen változásokkal vagy melanomával reagálhatna. De aztán történt egy nagy nemzetközi vizsgálat, ahol a svéd lakosság és a floridai lakosságot hasonlították össze. Hát ugye köztudomás, hogy Floridában az év 365 napjából 400-at süt a nap. A svédeknél meg azért ez annyira nem jellemző. És mégis a vizsgálat az derítette ki, hogy a svédeknél nagyobb számban fordul elő a melanoma. Úgyhogy ez a tévhit, hogy az elnyelt összkáros sugárzásnak lenne hozzá köze, ez itt akkor megdőlni látszott. És akkor ugye a két ország lakosságának a viselkedési szokásait vetették górcső alá, és itt bizony kiderült, hogy a svédekre az jellemző, hogy az évi szabadságukat, azt a két hetet,
azt ugye napos helyen töltik, és igen intenzíven, és a rövid idő alatt elszenvedett magas UV-sugárzás, tehát most ezt tesszük felelőssé a melanoma kialakulásának, mint fő bűnöst. Lehet-e genetikai oka annak, hogy valaki érzékenyebb erre? Igen. Tehát azért a szervezetben működnek különböző hibajavító mechanizmusok. Tehát amik tulajdonképpen, ahogy megszülettünk, az első perctől kezdve a szervezetben keletkeznek daganatos sejtek, de amíg az immunrendszerünk ezeket felismeri és eltakarítja, addig nem leszünk daganatos betegek. Viszont különböző immunrendszert érő káros hatásokra vagy genetikailag öröklődő hatásokra, ezek a hibajavító mechanizmusok nem működnek. Úgyhogy nem véletlen az, hogyha egy családban előfordult melanomás megbetegedés, ilyenkor mindig azt ajánljuk, hogy a többi családtagot is rendszeresen ellenőrizzük, rendszeresen szűrjük, a gyerekeket is úgymond megfigyelés alá vonjunk, mert sajnos ahogy például már ugye a melldaganatok esetében ismertek azok a gének, amelyek, ha öröklődnek, akkor sajnos az utódokban is daganatot okozhatnak. A melanómánál is folynak ilyen vizsgálatok, de nincs még teljesen feltérképezve, hogy milyen gének esetében lehet számítani biztosan arra, hogy a melanóma a páciensnél megjelenik. Akik ma nem jutottak el ide a szűrésre, mit tudnak tenni, hol tudják önt megtalálni és mikor? Történt már, mint a civilház szervező főszervezőjével erre valóan egyeztetés, tehát valószínűleg januárban majd folytatódik ez a program, illetve ugye a kórházi rendelésre, ott központi előjegyzéssel lehet időpontot kérni, tehát rendelési időben ott is ugyanúgy történnek a vizsgálatok.